Ezt a szüleim se akarták először elhinni, hogy én fogorvos szeretnék lenni, azért, mert annyira hirtelen jött, ötödikes lehettem körülbelül, és eljöttünk ide a fogászati klinikára, és egyszerűen annyira megfogott a környezet, a fehér köpeny, hogy amikor hazaértünk, akkor én azt mondtam otthon, hogy én fogorvos szeretnék lenni, és ezt így először csak úgy gondolták, hogy ez valamilyen fellángolás, de amikor Mohácsra elkerültem a 6-osztályos gimnáziumba, akkor is már azt mondtam, hogy azt szeretnék lenni, és így kitartottam mellette, úgyhogy azért választottam. Én gyógyítani szerettem volna, emberekkel szerettem volna mindenképp foglalkozni, és élvezem. Nehéz, sokat kell tanulni, de aki az orvosi egyetemre jelentkezik, ezt bevállalja, úgyhogy én szeretem. Most tényleg egyre jobb, mert most már vannak szakmai tárgyaink, és közelebb kerülünk a betegekhez is, úgyhogy tetszik. Én körülbelül 4-5 éves voltam, amikor elkezdtem táncolni, először néptáncot, aztán hip-hopot táncoltam, és amikor ide kerültem első évben, akkor adódott ez a lehetőség, hogy a karnak van egy pompom csapata. És akkor végül is tagja is lettem. Majd a tavalyi második fél évben pedig az a lehetőség adódott, hogy én lehettem az edző, én lehettem a koreográfus, és azóta próbálom vinni a csapatot, és próbálok koreográfiákat kitalálni, próbálom egy kicsit összekovácsolni a csapatot. Van minden évben a medikus kupa, ami ugye az orvosi karok közötti megmérettetés, és szerintem, hogyha kimegyünk egy meccsre, és ott mi próbáljuk egy kicsit buzdítani a csapatokat, a saját csapatunkat, akkor az ottani mi szurkolóinknak, meg magának a csapatnak is ez nagyon jó érzés. Másrészt egy ilyen kis közösségben vagyunk, egy kisebb családot alakítottunk, úgymond ki, és egy kis kikapcsolódás, mert tanulunk, de akkor megvan, hogy csütörtök 7 óra, és akkor elmegyünk edzésre, és ez úgy kikapcsol mindenkit egy kicsit.